Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, M. Kende Péter vagyok, és természetesen itt van velem Kardos Péter főrabbi is. Szervusz Péter! Szervusz! Lesz heti szakasz is, de legelőször a hétfői napodról foglak téged kérdezni. Ugye Magyarországon járt Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök, és volt egy nem hivatalos programja is, amikor elment a Kozma utcai zsidó temetőbe, ahol többek között te magad is fogadtad őt. Igen. Mesélj, légy szíves, erről a találkozóról. Kérek szépen, ha lehámozom egy emberről a politikai héját, és az embert látom közelről, akkor egy nagyon kedves, nyitott emberrel volt szerencsém találkozni, aki, mikor megtudta, hogy a túlélő vagyok, egy megkülönböztetett tisztelettel bánt velem. Tehát csak pozitívat és szépet tudok róla mondani. Mondom, nettó, bár nyilván a politikai ellenfelei nem ezen a véleménye lennének, de tudni kell, úgy tudom, választások előtt vannak szintén Franciaországban, és ha ő nem érezte azt, hogy 5 millió muzulmán nem fogja voksával díjazni, hogy zsidó temetőbe megy, annál értékesebb a látogatása. Tudom, jön a nem volt sapka rajta. Nem, engem ez nem... Pedig ez nagyon fontos lenne. Azért nem, mert illett volna, meg kellett volna, de nem. Nem volt rajta. Nem, engem ezért időnként szivatnak ezért a dologért. Engem is, nem csak engem. De erről nekem megvan a magam véleménye. Na, most már általános, nem őróla, tehát nem az ő, de ő adja az időszerűségét. Amikor a Seiber iskolát átadta, először is nem állunk olyan jól filoszemitákba, hogy eltaszíthassuk magunktól őket, mivel antiszemitizmusban dobogósak vagyunk, ha jól tudom. Most, amikor átadták a Seiber iskolát, 98 az akkori vallási igazgató kötelezte a gyerekeket arra, hogy reggelente istentiszteleten vegyék részt, fajra nemre, vallásra való tekintet nélkül. Azután, amikor a gyerekek 13 évesek lettek, a fiúk jelentkeztek, hát akkor bármitszó, mert ide járunk. Beintett a rabbi, nem fiam, te nem vagy zsidó, tehát nem lehetsz bármitszó. Tehát filoszemita taszítás egy. Ő volt az a rabbi egyébként, aki javasolta, hogy az Anna Frank gimnázium nevét Seiber Sándor iskolára kereszteljék át. Ez jó? Ne. Na most, hát tudjuk, Anna Frank azért korban közelebb állt a középiskolásokhoz, mint a Seiber Sándor. Nem tudom, érted-e, hogy nem a rabbi képző nevét, tehát ahol a Seiber az egész életét töltötte, amit fenntartott, mit áldozott rá, szervezte, segítette, hogy újjászülessen, nem. Az Anna Frank gimnáziumot, ahhoz jóformán semmi köze nem volt. Most ennek volt egy olyan kis mellékzöngéje, hogy akkor még élt a felesége is neki, és aki elvileg fültanúja lehetett volna arra, hogy két barát találkozik, az egyik a Madácsba jár, másik a Seiberbe, és akkor kérdezi a Seiber, és a Madács milyen iskola? Hát nagy hagyomány. De milyen a Seiber? És akkor kifütyülni a többit. Na most ezt így kegyelettel hallgatni, ami egy kamasztól természetesen nem is ismerhette a Seiber Sándor, de hát ilyen jelzőkkel illetni, hát ez nem volt teli találat szerintem ez az átnevezés, annál is inkább a nagy átnevezési hullám volt, de hát Anna Frankot kommunizmussal vádolni, hogy kommunista lett volna, az enyhén szokott túlzás. Egyébként azért jó, hogy ezt mondod, mert ha a te logikádat követjük, akkor azt is gondolom, hogy 98-ban, amikor ugye átadták a Seiber Sándor gimnáziumot, akkor már lehetett volna, akkor teszem azt, ne legyen Anna Frank. De miért nem? De igen. Lehetett volna már 98-ban Szenes Hanna. Puff neki, igen. Mert ez mégiscsak akkor egy magyarról beszélünk, és mennyivel jobb lett volna.
Például, igen. Hát jobb lett volna, mint a Schäuble, az biztos. Na most a Macronra hajazzunk vissza, ugye? Nem vett fel sapkát, megkínáltuk őt, nem vett fel. Itt ugye én különbséget tennék az illik és a kötelező kategóriákra. Egy zsidónak kötelező felvenni sapkát, ha bemegy mondjuk a zsidó temetőbe. A nem zsidónak illik felvenni, de az illik az egy elősen szubjektív valami, hát nem illik, nem veszem föl, ne, majd illetlennek fognak hívni. Egyébként az érdekes lett volna, amit néhány kommentbe olvastam, hogy nem kellett volna beengedni. Na most 8 autóval megérkezik, megkülönbözhet idebe, és odáll a rabbi, így nem jöhet be. És akkor megfordul, hát ebből világbotrány lett volna természetesen, és nem a mi javunkra. Úgyhogy magyarul nem vagyok híve, ha rugóztatjuk a nem zsidókat ott, ahol lehet, és eltaszítjuk a filoszemitákat ott, ahol lehet. Nem állunk ilyen jól filoszemitákba. Na most a Macron, hogy az ő személyisége, amit én megismertem benne, milyen ellentétbe állt az ő kísérletével, ez hihetetlen. A biztonsági, a protokoll. Szóval semmit nem bíztak a véletlenre, most nem csak a mesterlövészek, meg egyébek elhelyezéséről beszélek, hanem arról, hogy volt velünk a Mazsésznek egy újságírója, aki jól beszél franciául. És útközben, mikor az egyik a Heller sírtól mentünk az auschwitzi emlékműhöz, egy ilyen 100 méter, kérdezte a Macront, hogy honnan ismeri a Heller Ágnes, stb. És oda ment hozzá a protokoll főnöke a Macron, hogy merte kérdezni? Nem megmondtuk, hogy nem lehet az elnök úrtól kérdezni? Most ezt én nehezen tudom egyeztetni, hogy a Macron adta ki a parancsot, hogy én tőlem senki ne kérdezzen semmit. Tehát van egy ilyen vele ellentétes természetű esemény, ami nyilván minden politikussal vele jár. Úgyhogy ennyit erről, egy nagyon kedves ember. Értettem. Jó. Közben voltál Mazsész közgyűlésen, ugye? Igen, az tegnap volt. Tegnap BZH közgyűlésen. Ja, bocsánat, tegnap BZH volt. Voltam Mazsész, igen. És BZH közgyűlésen, igen. Is. Van elfogadott költségvetése mind a két szervezetnek. Igen. Ilyen-olyan döntések születtek. Béke, nyugalom, hajrá előre. Nézzek rá, Válasszak a négy jelző közül. Kérlek szépen, mi volt? Béke, nyugalom. Hajrá előre. Hajrá előre. Hajrá felfelé. Jaj, nem, az egy politikai kategória most a választások előtt. Kérlek szépen, miután Zoomon zajlik, és nem a Sip utca légköre hatja át az embereket, hanem rosszabb, otthon érzik magukat, szó szerint, joggal, és ilyenkor más a hozzáállás a dolgokhoz, hiszen a vércukorszint nem süllyed le, mert esznek közben némelyek, isznak, tehát nem kell várni, hogy a büfébe fáradjanak. Így meg kell mondjam, hogy viszonylag a Mazsihisz a szolid stílusba zajlott. A Bézsiánnál volt egyetlen személyeskedő jellegű vita, azon kívül békesség. Ez a legfontosabb. Nézzük a mostani heti szakaszt is, ha lehetséges. A következőt találtam ki. Ugye mi szoktuk mondani, hogy Hollywood Pictures különböző heti szakaszokra, de most egy kicsit csavarok rajta. Vannak különböző internetes ilyen filmes oldalak, ahol sorozatokat lehet nézni. És eszembe jutott az, hogy elindul egy sorozat, teszem azt, most a címét mondhatom a sorozatnak, a Fauda című sorozat, most csak úgy, ami egy igen jó sikerült izraeli sorozat, és véget ér az első évad, és akkor már elkezdik megpedzegetni, hogy majd lesz a következő évad,
Csak közben hazák, hazák. Igen. És legyél türelemmel, mert majd jön a következő évad, és mit csinál ilyenkor az ember ebben a kis szünetben, kicsi szünet, ugye ezért ez egy év, fél év, teljesen mindegy, az előző évadot gondolja át, beszéli át, nézi újra. Jaj, és hát ezzel a vájhival zárjuk le Berészit könyvét. Csak nem lőttem le a poént. Nem, még nem. Csak befejeztük. Úgyhogy hol... nézzük át, azt javaslom, hogy gyorsan nézzük át, hogy mik voltak a fontosabb pontok, ugye teremtés történet, az első emberpár története, Noé, majd megjelenik Ábrám, stb. Ezeket... De bocsáss meg, ha én kérdezek valamit, mondjuk ezt tényleg nem értem. Én rosszul emlékszem, hogy Jákob az, aki küzd az angyallal és kapja Izrael nevet? Igen. Akkor viszont most komolyan nem értem, mikor mielőtt meghal ebbe a heti szakaszban. Igen. És azt megelőző eset, miért nem Izrael néven van, akkor miért Jákob néven van ismét? Most ezt komolyan kér, ez most nem azért szerintem, okay. Hogy van egy tippem, hogy egy fontos kulcsmondatnak legyen dramaturgiai helye, és igen. Ugye az, amikor azt mondják a gyerekek, hogy Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tehát, hogy ott kihangsúlyozzuk, hogy halljad. De bocsáss meg, ez csak egy midrás, ez nem ez van a Tórában. Viszont nem tudom, hogy a konkurens pilpultársammal te beszéltél a héten. Ne. Nem? Mert csütörtökön szokott a szemre az lenni. Mindegy, most lényegtelen. De hát én csak mondom, hát, na jó, nem a szójáték kedvéért lesz újra Jákob, gondolom, hogy a midrás valami, de ténykérdés, hogy tényleg nem Izrael már. Szóval, hogy ez a könyv, Mózes első könyve, az mindegyik könyv természetesen mutatjuk azt, hogy konfliktusokkal teli, de itt különlegesen szűkítsük le a konfliktusokat, a testvérek közötti konfliktusokra, mert ez folyamatosan végigkíséri ezt a könyvet, ezek a szereplők, a szereplők gyerekeinek a gyerekei, stb. Nézd, az egymást ölő testvérektől az egymást szerető testvérekig vannak ugye különböző árnyalatok a palettán, mert több testvér van, ugye Ézsau, Jákob, és most föltűnik egy két testvér, tényleg a testvér az csak több szám. Egy testvér nem létezik a magyar nyelvtan szabályai szerint. Testvérnek kell lenni valakinek még, nem? Igen. Testvér csak pár. Jó. Tehát amelyik békességben él egymással, és felhőtlen a viszonyuk, Efraim és Menasénak hívják ezt a két testvért, ezek unokák egyébként, és ők attól függően, hogy nagy nép lesz az egyikben, tehát jelentős szerepet játszanak a későbbi történelemben, baráti, testvéri kapcsolatban vannak. Már nem merem, hogy testvéri kapcsolatban, mert azt mondom, hogy Káin és Ábel is testvéri kapcsolatban voltak. Pontosan ez az én gondolatom is, mert majd erről egyébként már megint egy kis reklámot csinálok. Szombaton majd, ha minden igaz, szombaton fogok beszélni a saját zsinagógámban, ahol várt órát tartok. Azt, és nem szeretném elszpoilerezni nagyon, ezért csak úgy próbálok elsiklani. Ja, értem, csak nekem kell elszpoilerezni. De akkor mégis egy kicsit spoilerezünk. Szóval, hogy ez a jó testvéri viszony, ugye a jelenet borzasztó érdekes. Tehát ott van Jákob, Izrael, most használjuk. Hagyjuk most a Izraelt, hagyjuk, mert nincs. Ott van Jákob, és ugye megáldja, megkívánja, illetve megáldja a két unokáját. Igen. És a kéz fölcserélődik,
És a jobbal, jobb kézzel adott áldást, azt megkapja a fiatalabbik gyerek. És ilyenkor ugye végigfut az emberbe, hogy itt van ez a derék Jákob. Egy. Végigélte saját maga a testvérével ezt a küzdelmet. Hát amiben valljuk meg, voltak számára nagyon-nagyon rossz pillanatai, nagyon-nagyon rossz évek következtek ebből. Kettő. Ott vannak a gyerekei, ami aztán egy kis hián tragédiába vezetett történet. József és testvérei. És akkor most ezt mégis megcsinálja. És mi fog történni ezek után? És a válasz borzasztó egyszerű. Mi történik? Semmi az ég egyet a világon. Hát nézd oda, azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy ő haldoklik. Természetesen. És aki haldoklik, hát én még nem haldokoltam, hogy nem merek a mások nevébe beszélni, pláne, hogy azok már meg is haltak, de feltehetőleg ilyenkor az illető, most nem Jákobra vonatkoztatom, idézőjebb, hát azt csinál, amit akar, mert tudja, hogy nincs következménye már, mint amiben ő részes. Hát ennek ezt ő megindokolja, hogy miért cseréli meg a kezét, mert egyik nagy népé lesz, de másik sem sikkad el, de egyébként a péntek esti apai áldás, ami mai napig ugyanaz a szövege, én még olyat nem hallottam, hogy az édesapa két gyerekét megáll és felcserélni a kezét, most napjainkról van szó, akárhol, bár mit tudom, lehet, hogy a Mielsárimban van ilyen szokás, de hát ma már nem várható, hogy fejedelem legyen Izraelben az illető, maximum miniszterelnök lehet, ami nem egy nyugdíjas állás Izraelben. Maradjunk abban, én még nem igen találkoztam nyugdíjas miniszterelnökkel ott. Szóval nekem az tetszik benne, hogy ezzel a cserével, ennek a cserének az lesz a következménye, hogy nem történik semmi. Tehát a két testvér között nem szít konfliktust ez a csele. Három ok merül fel ilyenkor az emberben. Egy, és erről majd még fogunk beszélgetni. Az unokák, most sarkítva mondom, magasról tesznek az egészre. Hát nem érdekel. Igen. Szerencsé, ez kipipálva, ez nem. Kíváncsiak, hogy benne lesz az enyém. Kettő. Jön a kis cukros, mázas, édesek vagyunk, szeretjük egymást, mi testvérek, sabada, sabada. Passzé, ez a pöttyös könyvekbe való. Harmadik, az én verziómban, azt ennek a testvérpárnak tudnia kell, hogy csak is együtt, válvetve, hogy más kifejezést ne használjak, tudnak valamilyen sikert, eredményt elérni, arról nem beszélve, hiszen ott vannak, tetszik vagy nem tetszik, zsidóként a galutban. És most figyelek. Ja, a negyedik, mivel nem voltam benne a háromban, olyan korúak, hogy még nem is értik, mi a jelentősége. Vagy olyan tudatlanok, hogy nem tudják, mi a jelentősége ennek. Egyébként a jákobi áldás, ezt már elmondtuk, ez maradt napjainkig gyakorlatilag, és a temetése, nem akarok előre menni, tehát a temetése, akárcsak az egész történet, Midrás kíséri a színes történeteivel, megjelenik Ézsau, Midrás szerint a Machpéla barlangjánál, és azt mondja, ide ne temessétek, én vagyok az első szülött, ez nekem jár ez a sírhely. És akkor hogy nekem? Hát eladtad az első szülőtséget, és akkor egy Dán törzsnek a vezető odaugrik, késsel lenyiszantja Ézsaunak a fejét, amelyik begurul a barlangba, és akkor kvázi így kerül ő arra a helyre, amit reklamált. Midrás. Midrás, és ugye ez már az Ézsaúnak a rossz PR-je, amit ugye, amiről beszéltünk már, de visszatérve egy kicsit, és ez foglalkoztat engem, az én általam
felsorolt három verzió közül az első. Az, hogy magasul tesznek arra el az egész történetre. Te mindig elmondod azt, hogy a te közösséged az egy aránylag idősebb korosztályú, de mégiscsak ugye azt tudom, hogy te azért nyitott szemmel jársz. Tehát visszatérve, 89-90-ben volt egy felfutás magyarországi zsidóság életében is. Tizenévesek, huszonévesek elkezdték magukban ezeket a gyökereket felfedezni. Igen. És ez a felfutás alább hagyott. Ezek nem a... sokkal a kezdetek után. Igen, és ezek igen. Az akkori 10-20 évesek, ma már 50-esek, gyerekeik vannak, felnőtt, 10-20 éves gyerekeik vannak. Hol vannak ezek a gyerekek? Hol vannak ezek a fiatalok, az egykori fiatalok? Ez az én kedvenc Hol vannak a gyerekek című sláger, örökzöldem. Már meséltem arról, hogy a 70-es, 80-as években a Frankel-Leuti zsinagógába Schöner Alfréd vezette a legnépesebb Talmud tórát. Ennyien még megkezdőlítők sem voltak a többi templomban. És akkor hová tűntek ezek a egykori gyerekek? Hát kivándoroltak, aki komolyan vette, tehát ortodox vonalat, az kivándorolt. Vannak, akik itt vannak, lett belőlük funkcionárius, hát mondjuk az most arányában nem egy nagy tömeg lett funkcionárius, de minden esetre réges-régi tapasztalat, legalábbis Magyarországon, hogy a bar mitzvó után eltűnnek a gyerekek. Tehát a bar mitzvóig motiválja őket, készülnöm kell, fölhívnak a Tórához életemben először, hibátlanul kell elmondanom az áldásokat, esetleg a haftárát, esetleg a heti szakaszba is lejnolok. Egyszer lehet, hogy már paradigmaváltás következőben ez sincsen. Én most a klasszikus időken. És akkor egyszer csak aznap, szombaton ezt mind előadja, és egy nagy űr támad benne. Na most itt dől el a otthoni neveltetés, hogy továbbra is jár a zsinagógába. Nekem ez a tapasztalatom, és úgy tudom, nem vagyok egyedül. Tehát a bar mitzvó után eltűnnek a vallás életből. Mennyire lehet ilyenkor azt mondani, hogy ilyenkor milyen jó lenne, ha lenne egy nagyszülő? Nem kell minden terhet rárakni a szülőkre. Értelek. Aki nem kell, hogy erőltesse humorral, játékkal, sok beszélgetéssel rávezesse a gyereket, hogy igen, nem lesz mindig méznyalás elmenni a pénteken, szombaton, hétköznap reggel, ha nem hétköznap reggel jött iskolás, hogy akkor nem, de tök mindegy. Nem lesz mindig méznyalás elmenni a zsinagógába, de kapsz egy közösségi élményt. Szeretnélek dátumilag kijavítani, ha szabad. A nagyszülőkről beszéltél. Na most a 77 év, ami ugye a holokauszt eltelik, sokan arra hivatkoznak, hogy hát a holokauszt 77 év után indokolatlan. Egy, a véleményem szerint. Kettő, én inkább dédszülőket mondanák, mert már a nagyszülők is ebben a vagy abban a rendszerben születnek, dédszülők, ükszülők, ha van ilyen. De hát az lenne még a zsidó hagyomány ismerője, aki von Haus-Aus tudta az előírásokat. Nem kell, hogy ismerje a zsidó hagyomány, csak azt, hogy azt mondja a gyereknek, hogy amit mi tök mindegy milyen okból elvesztettünk, leejtettünk fonalat, ezt te legalább próbáld meg fölvenni. Nem azt várja senki ezektől a gyerekektől, hogy már bocsánat a kifejezésért is elnézést kérek, ők legyenek a legnagyobb cicezbejszerek, senki nem várja el ezt tőlük. De induljanak el egy úton. Hát a cicezbejszerért elnézést kérek, de főrabbi úr értette. Persze, ami a rendszerváltás utáni reneszánszról beszéltél, ami tartott egy évig körülbelül. Egy kerekasztal beszélgetésen a mostani országos főrabbi is részt vett azon. Kiderült, mert mind a ketten azt vallottuk,
elmulasztottuk azt a lehetőséget, ami akkor lett volna. Tehát elkezdtünk ugye szőrözni, hogy halachikusan csak a papa zsidó, akkor nem. Tehát kezdtük kvázi nem eltaszítani, hanem nem befogadni azokat a fiatalokat. Elmulasztottuk. De nem mulasztott el a Chabad, amelyik ahol vákum van, oda lecsapott, és mai napig esnyi, ahol vákum van, és sajnos talált vákumot az elmúlt 30-valahány évben. Nem lehet ezt a mulasztást valamilyen módon pótolni? Jó, persze most jön az, hogy már is beszéltünk, hogy nincs egység, vagy több... Több hogy, a kétség, mint az egység. Nem, hogy is mondjuk, nem kétség van, hanem többség van a szónak a szójáték értelmében, mondjuk a rabbi testületben, tehát hogy rabbi testületekben, vagy nem tudom, hogyan mondjam, tehát mindenki mindenfelé húz, hogy valami ilyen alapvető kérdésben legyen valami ilyen álláspont, ami többé-kevésbé olyan, mintha egységesebb lenne. Hogy amit elmulasztottunk, arra egy kicsit jobban odafigyeljünk. Kényes dolgot fogok mondani. Nem baj. Az a bizonyos híres izraeli egykori blogger, aki megírta a magyar zsidóság újkori történetét, mert legújabbkori történetét, az azt jósolta, még annó évtizedek ezelőtt, azt mondta, hogy a magyar zsidóság elszáradt ága. Óriási felháborodás fogadta a Sip utcába ezt a megállapítást. Ma már elmondhatjuk, hogy Jiddiskájtban ez, ami akkor volt a Sip utcában és a környezetében, ez indoklatlan volt az ő megállapítása. De ő proféta voltál szívem, most már bejönnek az ő jóslatai. Ő a vegyes házasságok következményeiként tüntette azt fel, hogy figyeljük meg, hogy a közgyűlések, Mazsihisz, BZH, miről fognak szólni x évtized múlva, és miről nem. A miről nem, kóser húsellátás nehézségei, a tfilinek behozatala, a táliszok minősége, ezek azelőtt tényleg napi renden voltak a közgyűléseken, teljesen más a mai közgyűléseknek a témája. Kóser húsellátás. Erről azért érdemes egy picit beszélgetni. Nem fogunk tudni beszélgetni, mert... Nincs. Fogalmam... Ne, hát biztos van, hát eszünk húst. Fogalmam nincs, hogy áll. Miért nincs ilyen hús? Időn miért pulyka van állandóan? Néha csirke, most csirke van, akkor nincs marhahús, nincs borjuhús, meg egyebek. Úgyhogy én személy szerint visszasírom a 40-50 évvel ezelőtti időket, amikor a Dob utca 35 alatti mészárszékbe sorba álltak, hosszú sorba húsér, és akkor bejött, ezt már lehet, hogy elmondtam valamikor, bejött valamelyik korifeus a Dob utcából, az ortodoxoktól, csak odaszólt a hentesnek, 2 kiló BM! És akkor mindenki összerezdült, hogy a belügyminisztérium, nem, borjumáj, ami hiányzik volt ma akkor. Nyoma nincs az egésznek. Miközben vágóhidak működ, kóser vágóhidak Magyarországon. Hova? Sőt, konkrétan tudom, hogy Bécsből, az ottani egyik kóser mészáz itt vágat Magyarországon. Mi pedig, hát nem tudom. Nem ismerem a mechanizmusát. Ez a baj, én sem. De addig legalább sokkal drágább volt. Eltérően most, már a drágábbból sincs választék. Egy mondatot még légy szíves spoilerezzél, mert közben sok mindenről beszéltünk, de kifutottunk az időből, de miről beszélsz ma este a híveknek? Hát a heti szakaszon kívül inkább a jövő pénteki istentisztelet időpontja kerül majd megvitatásra, ahol ugye a 4 órakor leáll a forgalom, és aztán óránként jár, azt hiszem, éjszakai járat, hogy mit csináljunk. Lehet, hogy 2:30 délután Zoomon tartsuk az istentiszteletet, vagy eredetileg időpontban 17:30, és mindenki úgy jön, ahogy akar. Úgyhogy ez majd még kérdés. Vita kérdése lesz.
Jó. A heti szakaszból hát ennél tanulságosabb az utolsó három szó, ami nincs benne a Tórában. Chazak, chazak, venisz, chazék. Legyünk erősek és erősítsük egymást. Tudnélik, ez most különösen aktuális, egy pandémia és egyéb dolgok szétvágják a közösségeket, szétforgácsolják. Úgyhogy ezért fontos most, ez különösen aktuális, ez a három szó. Kedves nézőink, legyünk erősek. Mi egyénként is, és közösségként is. Olvassák el a heti szakaszt, menjenek el valamelyik zsinagógába, hallgassák meg a rabbi beszédet. És a legjobbakat kívánom. Sabbat shalom, gut shalom beszélnek nekem is. Bocsánat, egy mondat. Ez a hazak, hazak, hogy erősítsük egymást, kedvenc íróm szellemében nem azt jelenti, hogy a másikat gyengítsük, és attól legyünk mi erősek. Nem, ez együtt van, együtt mozgunk. Efraim és Menasse is a legjobb példa erre. Köszönöm szépen, gut shabbos neked. Gut shabbos.